elkezdtem komolyan azzal foglalkozni, hogy hogy lehetne egy kicsit egyszerűbben, stilizáltan, de mégis erőből, hogy így mondjam, városábrázolást készíteni. Tehát, hogy nyilván rengeteg zsáner utcakép van a világban, olyabból nem érdemes újakat festeni. Én viszont a modern építészetnek a hangulatát próbáltam, ezt a fölfelé törekvő vertikális erőteljes megnyilvánulását próbáltam megjeleníteni, és a sík és tér problémájával is azért itt kellett. Tehát itt jön a tudomány meg a művészet, vagy a művészetelmélet össze, hogy tulajdonképpen az épületek nagyobb rész síkban vannak, néha az átló még egy kicsit dinamizálja ezeket a vertikálisokat, viszont jó sok képnél használtam egyfajta, hogy mondjam, levegős hátteret, ami térben előre tolta az épületeket. Ciklusokat festek, ez a színes város, hát város is, meg színes is, tehát adódott ez az elnevezés. Ez tulajdonképpen egy 40 darabnál tart ez a ciklus, tehát ebből most csak 13 fért ki, de május 2-án a Győri Művészeti Múzeumban lesz egy másik válogatás. Ott viszont Városgeometria lesz a címe a változatosság kedvéért.